Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, itt ül mellettem Hornyák Joci, a portfólió elemzője, köszöntelek Joci, ebből már különben rutinosabb versenyzők egyből tudják, hogy a mostani videó témája nem más lesz, mint a forint, amit egy kicsit megspékelünk az inflációval. Amerikában, ha jól emlékszem, 5,4% lett most az infláció, a júniusi, mennyi? 30 éves maximum vagy? 30 éves csúcs. 30 éves csúcs, az EU-ba is emelkedik az infláció, hogyha óvatosabb mértékben is, és hát ugye Magyarországon is csúcsokat dönget az infláció. Figyelembe így a nemzetközi környezettel, egy mit válsz igazából? Hát lényegében a Magyar Nemzeti Bank az okos, ügyes, meg szép, de hát egy ilyen kis jegybanknak a mozgástere az eléggé korlátozott, hogy a nagy kutyák, a Fed, meg az LKB mit csinál, az határozza meg a pályát. Most abszolút ugye, úgy tűnik, hogy nagyon magasra emelkedett az infláció, szinte senki nem gondolta volna még néhány hónappal ezelőtt, hogy ilyen magas áremelkedési ütemeket látunk a világban. A vírusválság után ez egy abszolút új jelenség, ez a magas drágulási ütem. Egyébként az elemzőket is sorozatosan meglepi az amerikai infláció is. Ja, figyelj, bocs, hogy belevág, ugye amerikai infláció kapcsán ugye van az a vita, hogy az átmeneti, nem átmeneti. Így a hivatalos álláspont szerint ez átmeneti, tehát mások azt gondolják, hogy itt nem minden lesz átmeneti, tehát azért magasabb szintre fog lépni az infláció a világban. Te mit gondolsz erről? Hát most így van, akik azt gondolják, hogy ez csak egy átmeneti hatás, ők leginkább abból vezetik le ezt a történetet, hogy tavaly ilyenkor majdnem 0% volt az infláció, ehhez a bázis hatáshoz képest, úgynevezett egy nagyon alacsony ütemhez képest, a mostani 5% ugye nagyon magas, de mivel most ilyen magas szinteken van az infláció, ezért majd jövőre megint nagyon alacsony lesz igazából, mert a bázis hatás ellentétesen viszonyul majd ehhez. Ugye, akik pedig attól tartanak, hogy tartósan magas inflációba rekedünk, ők ugye abból vezetik le, ezt attól félnek, hogy a történelmi tapasztalatok azért azok, hogy ha egyszer megindul az infláció, akkor az emberek is elkezdenek arra számítani, hogy tartósan magas áremelkedéssel néznek szembe. A vállalatok is elkezdik emelni az árakat, mert az inflációs várakozásokban ez stabilizálódik, bekerül, és egyébként már látszik is, hogy az amerikai vállalatoknak a 45%-a a következő 3 hónapban áremelkedésre számít, illetve az árak emelését fogja megvalósítani. Ilyen magas arányt nem láttunk egyébként a 80-as évek óta. Tehát abszolút történelmi tapasztalatok, történelmi időket élünk az infláció tekintetében, és azért az Egyesült Államokban ez abszolút fontos kérdéssé válik ilyen magas szinteken. Ugye az amerikai Fed azért azt mondja, hogy nagyrészt ez átmeneti hatás, idén ugyan a Fednek az inflációs célja fölött lesz az áremelkedés ütem, mert ugye a Fed az 2% körüli szintet szeretne, ez 3% fölött lesz idén, az már teljesen biztos. De ugye a Fednek azért egy kettős célja van, egyrészt az árstabilitás, másrészt a teljes foglalkoztatás. Ugye azért a foglalkoztatás tekintetében még van némi tennivalója az amerikai jegybanknak, ott még nem álltak helyre a dolgok, úgyhogy ezért is igyekeznek még a laza monetáris politikát fenntartani. Hát szemmel láthatóan, hogy a foglalkoztatottság a kettő közül, ami hangsúlyosabb ugye a Fed, tehát az inflációt az egy kicsit, ahogy én látom, hogy letolják, még a foglalkoztatottság az meg nagyon ott van, hogy az... Igen, a Fednek volt is egy ilyen kommunikációja közelmúltban, hogy az inflációt kicsit lazábban fogják figyelni, kicsit lazábban tekintenek rá, de azért abszolút a 2%-os fókuszuk középtávon az megvan, ők ide szeretnék lőni az inflációt, és egyébként, hogyha majd elkezdik a kötvényvásárlási programoknak a leépítését, illetve most egyébként 2023-ra mondják a kamatoknak az emelését, egyébként pont a friss inflációs adat abba az irányba mutat, hogy akár már 2022-ben is megkezdheti a Fed a kamatoknak az emelését, hiszen a túlzott drágulást azt nem nagyon nézheti azért tétlenül. Jó, ami az amerikai inflációt illeti ugye az emelkedő várakozások hatására, ez csak várakozás, de a 10 éves amerikai államkötvény hozamát azért nagyon sok okos ember 2%-hoz közel, vagy akár 2%-ot meghaladó szintre várja az év vége felé. Most a 10 éves amerikai államkötvény hozama 1,4% alatt van kicsivel, a magyar 10 éves meg 2,9% alatt van kicsivel. Na most, hogyha az amerikai 10 éves 2% lesz, akkor azért mennyi, egy 3,5%-ot elvárnánk a magyar 10 évestől. Tehát ha Amerikában elkezdődik ez a hozamemelkedés,
Akkor nincs kecmet, Magyarországon is fölfele kell menni a hozamoknak, mit tud akkor csinálni a nemzeti bank? Hát most abszolút Amerika fújja a passzát szelet ebben a tekintetben is, úgyhogy hogyha ott elkezdődnek a kamatoknak az emelkedése, a hozamoknak az emelkedése, akkor igazából Magyarországon sem nagyon várhatunk már. Ugye itt a fontos tényező az, hogy mi a hozam különbség. A hozam különbség az gyakorlatilag eléggé fix dolog, hogyha csak nem csökken nagyon nagyot az országkockázat, vagy valamilyen felminősítés, nem történik bármilyen kilátásváltozás, de erre nem igazán számítunk a következő időszakban. Ugye ez a hozam különbség az abszolút fenn fog maradni, és hogyha az amerikai 10 éves államkötvénynek a hozama megközelíti a 2%-ot, vagy meg is haladja, akkor az bizony a magyar hozamok is le fogják követni, és el fogjuk érni a 3,5%-ot nagyon könnyedén. Ebben a tekintetben pedig a Magyar Nemzeti Bank túl sok mindent nem csinálhat, és egyébként ide az az MNB már meg is kezdte a kamatoknak az emelését. Tehát a rövid hozamokon már látszik is egyébként, hogy a kamatoknak az emelkedése megkezdődött, ez hatással van a kötvénypiacra, hatással van a hitelesekre, és a gazdaság növekedésére is sajnos negatív oldalon. Mert érdekes dolog az, ugye általában ugye a jegybankok meg a kormányok, azok így mostanában egymás nyakában vannak borulva, nálunk meg azért így a kormányzat versus jegybank között lehet némi feszültséget érzékelni, hogy mit tud csinálni a Nemzeti Bank, hogy mi lesz ebből. Ugye egyrészt van a Nemzeti Bank, aki már így azt mondja, hogy gyerekek, fékezzünk, ugye az infláció miatt kamatemelésbe kezdett, leállította egy hitelprogramot, ezzel szemben ugye 2022-ben választás lesz, a pénzügyi kormányzat meg parlói nyomja a gázt. Szóval igazából, hogy tudja egy a Magyar Nemzeti Bank az inflációt visszafogni, hogyha másik oldalról meg választási költségvetés van, és szórjuk a pénzt két kézzel? Nagyon nehéz helyzetben van a Magyar Nemzeti Bank, ez abszolút kétségtelen, és hogy említetted, a világ legtöbb országában kéz a kézben mennek együtt a költségvetési politika és a monetáris politika. Magyarországon egyébként abszolút más lett a helyzet az elmúlt hónapokban. Láthatjuk, hogy a költségvetés oldaláról folytatódik a költekezés, és egyébként még a jövő évet is ez fogja meghatározni, miközben már a Magyar Nemzeti Bank egészen a másik oldalon van, ő pedig visszafogja a válság során bevezetett intézkedéseket, ezeket a lazítási programokat. Egyébként különösen érdekes, említetted is a növekedési hitelprogramot, ez az a hitelprogram, amit egyébként még sok-sok évvel ezelőtt vezetett be a Magyar Nemzeti Bank. Már hosszú időn keresztül nagyon-nagyon olcsóak voltak a hitelek Magyarországon. Egyébként érdekesség, hogy még 2018 és 20 között is, amikor is 2018-19-ben nagyon jól ment a magyar gazdaságnak, és ezeket az olcsó hiteleket akkor is fenntartotta a Magyar Nemzeti Bank. Most, hogy egyébként valóban szüksége lenne a gazdaságnak ezekre a programokra, ezekre a hitelekre, nem emelték meg a hitelprogramnak a keretösszegét, így nem tudják most már a vállalatok igénybe venni ezt az olcsó hitelt, és erre válaszul a kormányzat pedig a Széchenyi hitelkártyát bevezette, egyébként az a neve, hogy Széchenyi hitelkártya Go, a növekedési hitelprogram, az volt a növekedési hitelprogram Hajrá, tehát még a nevében is hajaz, ez gyakorlatilag szinte ugyanaz a program lesz, csak a költségvetés oldaláról indult ez el, úgyhogy itt is tetten érhető ez a nagyon komoly feszültség, hogy mit tud tenni egyébként a Magyar Nemzeti Bank. Mit tudok, hogy csak a forint árfolyamat tud játszani, nem? Abszolút a forint árfolyama a meghatározó kérdés ebben a tekintetben, és a kamatoknak az emelkedése. Ugye, megkezdték már az elmúlt hónapokban a kamatszigorítást, és ezt fent is kell tartaniuk a következő hónapokban is, és egyébként a 15 bázispontosnál nagyobb mértékű emelésekre, havi emelésekre lesz szükség. Bocs, te hova várnád a kamatszintet év vége fele? Hát gyakorlatilag egy 20-30 bázispontos emelések azok eléggé valószínű, hogy meg fognak valósulni. Tehát azért 1,5%-ra föl fog emelkedni a kamatszint, és egyébként az sem biztos, hogy itt vége lesz a kamatoknak az emelkedésének. Hiszen, hogyha fennmarad egyébként még a laza költségvetési politika, és a külső importált infláció is velünk marad az olajárak emelkedésén keresztül és más gazdasági kilábalási folyamatokon keresztül, akkor egyébként az infláció egy nagyon makacs történet, ami itt velünk marad. A bérek oldaláról is látszódik ez az emelkedés a pénzromlásban. Úgyhogy az MNB-nek valószínű még tovább kell majd az emeléseket végrehajtania.
Ezzel azonban az a bökkenő, ugye, hogy a költségvetési politika ugye hiába segíti, serkenti a gazdaságot, a növekedést, akár ugye gondolhatunk itt az adóvisszatérítésre is, hogy majd ugye az embereknél ott fogják hagyni adónak az egyik részét. A másik oldalról a Magyar Nemzeti Bank emelni fogja a kamatokat, és a hitelek törlesztőit is emelheti, úgyhogy akik nincsenek fix hitelben, azok azért elég komoly törlesztő részlet emelkedésre is számíthatnak, és az MNB-nek egyébként ezekkel a kamatemelésekkel szükséges stabilizálnia a forint árfolyamát. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy még a jelenleg megkezdett kamatemelési ciklusban, amikor is ugye nehezebb és drágább a forint elleni pozíciókat felvenni, most is alig 360-as szint alatt van az euróval szemben, tehát azért ez egy igen gyenge árfolyam szint. Úgyhogy gondoljunk csak... Nem ez van a kamatemelés, akkor hol lenne szerinted? Ha az MNB nem jelentette volna be a kamatemelési ciklusát, és nem lett volna monetáris szigorítási lépés, akkor most már simán 380 körül lenne az eurónak az árfolyama, ami pedig még nagyobb inflációt gerjesztene az országban. Úgyhogy az MNB abszolút látta ezt a helyzetet, hogy lépéseket kell tennie, stabilizálnia kell a forint árfolyamát, fel kell vennie a harcot az infláció ellen, hiszen azért Magyarországon is 2012 óta nem volt olyan magas a drágulásnak az üteme, és egyébként az emberek is azt gondolják, az emberek saját érzése és várakozása alapján, hogy az infláció egyébként olyan 3-8% között mozoghat. Hát nem tudom, szóval, hogyha megkérdeznénk így embereket, hogy mennyinek érzik az inflációt, akkor így az biztos, hogy 10 fölött lenne szerintem az átlag, vagy lehet, hogy így a 20-30%, főleg úgy, hogy az európai infláció kalkuláció metodikában nem csak Magyarország nincsenek benne az ingatlan árak, ha benne lenne az ingatlan is Magyarországon, akkor valószínűleg nem 5, hanem nem tudom én, 7-8% lenne az infláció. Így van, abszolút ezek az ingatlan árak és egyéb hasonló metodikai kérdések. Ez a hivatalos infláció, bocs, nem az, amit az emberek éreznek. Így van, ezek nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy mit vesznek bele, mit nem. Az európai módszer szerint a hivatalos infláció is ugye 5% fölött van Magyarországon, a síkképcsöves tévének az ára és a számítógépnek az ára meg ugye nem igazán emelkedik, így jön ki alapvetően az átlag, ugye azokat nem nagyon vesszük minden nap, de abszolút a napi fogyasztási cikkeinket, ami most nyáron érkezik, a szezonális cikkek és a nyaralás tekintetében egy nagyon komoly áremelkedést láthatunk Magyarországon, tehát nem beszélve az építőanyagok áról, amik rakétáznak gyakorlatilag, és az MNB is felfigyelt erre a történetre, hogy ezek ellen mind-mind igyekeznek lépéseket tenni. Mi a forintot, meg a feltörekvő devizákat illeti, hogyha valami gebasz van a világban, akkor először ezeket találják meg, és ugye a jól emlékszem, a Nemzeti Bank elnöke is írta erről, hogy spekulatív támadások keresztüzébe kerülhet a forint, amit illetően igazából csak egy út van kifelé, a további kamatemelés, hogy te ezt így hogy látod? Amikor megkezdődnek a kamatoknak az emelkedése a fejlett világban, a Fed és más jegybankok is elkezdik azt mondogatni, hogy itt kamatemelés várható, és megemelkedik az infláció, akkor mindig a felzárkózó, feltörekvő gazdaságok kerülnek bajba, ilyen Magyarország is egyébként. Mi nem tartozunk ahhoz a nagy fejlett régióhoz, akik védettek lennének a különböző támadásokkal szemben. Ként ilyenkor az történik, hogy a tőke elkezd a fejlett világba áramolni. Azokat az országokat szokták megtámadni a befektetők, a magas az államadósság, nagy a költségvetési hiány, különböző problémákkal küzdenek ezek az országok, nagy az infláció. Gyakorlatilag úgy írta le az MNB-nek az elnöke ezt a történetet, ahogy gyakorlatilag a londoni elemzőktől megszokhattuk ezt a történetet, amikor összefoglalják egy országgal kapcsolatban, hogy mik azok a sérülékenységi pontok, mik azok a problémák, amikre fel lehet figyelni, és ezeket egyébként nagyon jól azonosította a jegybank elnök, és úgy tűnik, hogy készülnek is erre az időszakra, felkészültek arra, hogy Magyarországot is megtalálhatják a befektetők. Mivel a költségvetési hiányt nem igazán szeretnénk még egyenlőre lefaragni, az államadósságunk
már most is nagyon-nagyon olyan, nagy. Olyan, amilyen, igen. Olyan magasra emelkedett, mint a 2008-2009-es világgazdasági válságnak az időszakában, egyetlen év alatt. 8 év alatt sikerült lefaragni 5-6-7%-ot, tehát az se fog így pippak változni. Azt most elveszítettük, abszolút, és az ilyen feltörekvő, felzárkózó országoknak az esetében nem igazán szeretik a magas államadósságot a befektetők, úgyhogy ez a válságból való kilábalás során a figyelemnek a középpontjába kerülhet. Hogyha mindezeket a tényezőket összeadjuk, akkor a forintnak a helyzete nem túl rózsás igazából. Fundamentális oldalról, ami ez a kép kirajzolódik, a forint sérülékenyé vált az elmúlt időszakban a koronavírus válság során. Ezt a sérülékenységet egyetlen egy dolog tudja stabilizálódni ma, ez pedig a Magyar Nemzeti Banknak a kamatemelési ciklusa, a monetáris szigorítása, ez a fordulat, amit végrehajtott, a kamatoknak a megemelése, és ezzel a jegybank megpróbál egy védőhálót, támaszt nyújtani a forint számára is. Úgy tűnik, hogy egyébként egyelőre ez sikerül, legalábbis annyiban sikerül, hogy a forint egy picikét erősödött azért a legrosszabb szintjeihez képest, de azért nem túlságosan sokat. Láthatjuk, hogy a befektetők beárasztak egy erőteljes kamatemelést, tehát azt gondolják, hogy azért 2%-ig fel fog emelkedni a ciklusnak a végére a magyarországi kamatszint, és ezzel együtt sem tudott egy olyan nagy lendületet venni a forint, ami lehozta volna mondjuk 340 körüli szintekre, vagy egy jóval erősebb árfolyamra. Ha ehhez rárakódik az a történet, hogy a nagy... Bocsánat, a Nemzeti Banknak mi lenne komfortos szerint? Mit szeretnének látni? Szerintem a Nemzeti Bank az olyan 350 körüli szintekkel már azért eléggé komfortos lenne, hogyha ezt stabilan tudná hozni a forint, de ezt nem igazán tudja stabilan hozni, hiszen a nemzetközi folyamatok nagyon nagy hatással vannak. Éppen, hogyha nagy jegybankok elkezdik azért kacsingatni a szigorításnak az irányába, akkor a forint megint egy picit sérülékenyebbé vál, és nekünk nagyobbat kell emelni a kamatokon, vagy nagyobb kamatemeléseket kell beígérni, mint amit a nagy jegybankok beígérnek. Ezzel lehet stabilizálni a forintnak az árfolyamát, úgyhogy a következő időszak nagyjából szerintem a kamatoknak az emelésével fog Magyarországon lezajlani. Szóval, ami a befektetési területet illeti, amikor az inflációs várakozások emelkednek, akkor ugye klasszikusan reáleszközök a jó befektetések, ilyen lehet ingatlan, ilyen a részvénypiac, arany, sőt igazából valószínűleg a bitcoin is akár fölfele mehet, vagy részben ez is állt ugye a mostani bitcoin szárnyalás mögött, hogy a magyar lakosság kedvenc befektetési célpontja az állampapír plusz, ami most azért úgy, 5% fölötti inflációnál a 4,95%-os átlagos hozam az nem túl szexi, hogy szerinted itt mit válsz? Most úgy tűnik egyébként, hogy a MÁ plusz egyébként nagyon vonzó még, vagyis nagyon sokan veszik még mindig annak ellenére, hogy most már egyáltalán nem vonzó az infláció miatt. Tehát a többi az még rosszabb. A többi még rosszabb. Ezért lenne egyébként lehetett volna egy jó ötlet az infláció követő állampapírnak a megvásárlása a MÁ plusz helyett, ami ugye elvesztette a reálhozamát. De sajnos, ahogy emelkedett az infláció, úgy vágta le az államadósság kezelő központ a fix részét az infláció követő államkötvénynek, tehát igazából nem nagyon tudunk, illetve nem tudunk jobban járni az infláció követő állampapírral se, mint a MÁ plusszal. Úgyhogy az inflációs kötvény, vagy akár a MÁ plusz, ezek a befektetések jelenleg arra jók, hogy a pénzünknek a reálértéket talán megőrizzék. 2021-ben valaki állampapírt vesz, külföldön, egy nyugati világ egyértelmű, az itt bukta, így tehát van, az a reálértéken bukta. Hivatalos infláció Magyarországon eddig jó volt, most már úgyse jó. Tehát most már úgyse jó. De azért én talán nem gondolom azt, hogy 5 éven keresztül, vagy átlagosan 5%-os infláció van, persze egy 3-4% simán lehet akár a teljes periódus időszakában, ami már sokkal rosszabb, mint amikor a MÁ plusz bevezették, és azt gondoltuk, hogy ha a 3%-os inflációs cél lesz tartósan, és ezt valósítjuk meg, akkor azért egy normális reálhozam lehet ezen a befektetésen. Mostanra ezek a történetek már abszolút háttérbe szorultak, már egyáltalán nem ez a helyzet, úgyhogy a MÁ pluszon nem lehet keresni a mai világba, ezért a befektetők elmozdulnak azért
azért elmozdulhatnak abba az irányba, hogy újabb eszközöket keressenek. Nos, hogy mondtad is, sokan elmentek a bitcoinba. Van az ingatlan, de az egy lakást venni, azt nem mindenki engedheti meg magának. Van a részvénypiac, az meg úgy eléggé magasan árazott. Tehát nem túl könnyű most így a befektetés, hogyha valaki... Igen, a részvények... Valakire rászakad rohadt sok pénz, akkor most kihívásokkal kell megküzdeni. A részvények mostanra már abszolút drágává váltak, úgyhogy azt lehet mondani, hogy esetleg az biztos, hogy egy nagyon jó hozamot, egy nagyon jó befektetést fog az emberek számára hozni. De én azt gondolom, hogy azért még most sincs olyan nagy probléma a részvénypiacokon, tehát még a következő időszak is alakulhat akár kedvezően. A részvénypiacot meg az árfolyamozgásokat majd természetesen még értékeljük a következő videókban. Köszönöm szépen Hornyák Jocinak, hogy segített nekünk. Nektek köszönjük a figyelmet, megosztás, like, komment, hogy ti mit vártok a forinttól, meddig fog szárnyalni, vagy mennyire fog összeomlani, meg megosztás, hogyha nem mondtam volna. Kb. Ennyi. Sziasztok!